Hát szerintem biztonsággal kijelenthetjük, hogy Magyar Péter a legpörgősebb politikus ever. Magyarországon bizonyosan, de az sem kizárt, hogy az univerzumban. Nem tudom, hogy csinálja, szerintem ketten vannak, szerintem ikrek. Van a nyakkendős, meg a nyakkendőtlen. Beosztják, hogy hétfő, szerda, péntek, vasárnap a tiéd, aztán fordítva. Hogy lehet ezt másképp csinálni, miközben átlépte a negyedmilliós követőtábort a Face-en. Olyan természetességgel gyávázza Gyurcsányt és Orbánt egyszerre a Facebookon, és ezzel Orbánozza össze Gyurcsányt, és Gyurcsányozza össze Orbánt, mint amilyen természetességgel és tehetetlenséggel azok minden reggel a pártjaik népszerűségvesztését figyelik. Egymással pusztítja őket, teljesen lefagyva tolják maguk elé az embereket, mint hogyha egy aknamezőre küldenék őket, és ha robbannak, akkor így behúzzák a nyakukat, hogy jaj, sajnos, ilyen a politika. Tudhatta volna, amikor erre a pályára adta a fejét, és ebbe a pártba jött. Gyurcsány a Klárikámat, Orbán meg a Tomikámat. Vagy tulajdonképpen bárkit. A Tónin kívül persze. Lehet már együtt alszanak a Tónival a pánikszobában? Tudod, milyen hatással van rájuk a Magyar Péter jelenség? Vannak azok a kecskék, amiket megijesztenek. A Viktor meg a Gyurcsány is így lefagynak, és nem tudnak csinálni semmit, és eldőlnek. Szerinted nem így fagynak le a Gyurcsány meg az Orbán? Azzal a különbsége, hogy a kecskék pár perc után tovább mennek, ők meg két hónapja így, csak így kisújjal így küldözgetik az embereiket előre. Örülök, hogy itt vagy, ha tetszenek a tartalmaim, kérlek iratkozz fel. Még lehet, hogy végül a fiatal fideszesek fogják megdönteni a NER-t, a Magyar Péter meg a Gulyás? El tudod ezt képzelni? Szavaznál rájuk? Utolsó kérdések Fidesz politikusokhoz. Elnök asszony megbánta-e, hogy aláírta a kegyelmi kérvényt? Megfordult-e a fejében, hogy lemond, és kész-e nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntésnek az indoklását? Hát nevekkel viccelődni? Jó, nem tett a nevéről, de ez kihagyhatatlan. Ihaj, csúhaj, sose halunk meg. Ihaj, csúhaj, lemondatom a köztársasági elnököt. Jó, nyilván nem ő mondatta le. Hát így kérdezni nem sokan tudnak, mint az Ildikó. Hát én a Fidesz helyében nem a Magyar Hangot tiltanám ki a kormányinfókról, hanem a csúha Ildikót, de villámgyorsan, és nem csak onnan, hanem mindenhonnan is rögtön. Hát a csúha Ildikó tudta, miért kérdezi ezt. A kérdésében benne volt a válasz, amit most mindenki keres. Nézd meg! A miniszterelnök úrral beszéltek-e erről az egész ügyről, vagy a Magyar Péter jelenségről, hiszen önnek évtizedek óta barátja volt, és a miniszterelnök úr bizalma változott-e miniszter úr irányába? Most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. A hálások? Miért? Nagyon. A kormánypárti médián kívül mindenki ezt fejtegette a Potyondival együtt. Hogy mi lehet? Fejtegette, találgatta. Hogy mit akart ezzel mondani vajon a Gulyás Gergő? Aztán a 24.hu-n jött a magyarázkodás, meg a mellébeszélés. Szólt neki a Tóni, vagy inkább a Tóni embere, hogy ez meg mi a fasz volt, Geri? Hát találj ki valami elfogadható magyarázatot erre, de kurva gyorsan. Te el tudnád fogadni a Gulyás Gergő pálfordulását? Hiteles lenne számodra, ha kiugrana a NER-ből, aztán kisvártatva beugrana a Tiszába? De rendesen nem csak úgy a lábát áztatná, hanem fejest ugrana a stégről. Szerinted elbírná ezt egy politikai karrier, vagy ez teljesen kizárt? Hát igen, mindkettejük elmondása szerint nem is olyan régen, ők még összejártak családilag, és beszélgettek mindenféle dolgokról. Hát ez elég nagy para lehet a kormányban, hogy milyen bizonyítékai vannak még a Magyar Péternek, amiket a Gulyás Gergely mondott, esetleg a Főnik Főniéről is akár. Lehet olyan értelemben hálás neki az ellenzék, hiszen a Csuhai Ildikónak mondta ezt többes számban, hogy ő szolgáltatja ezeket a bizonyítékokat, ő kotyogta ki ezeket a kompromittáló dolgokat a kormány legfelsőbb köreiből. Ezt én nagyon is elképzelhetőnek tartom, és azt gondolom, hogy ez lehet
a megoldás. Hogyha ez így van, akkor az szerintem megmagyarázza ezt a soha nem látott lejáratás cunamit, amit most zúdítanak a Magyar Péterre. Ha esetleg így van, akkor szerintem nagyon szívesen és nagyon gyorsan megszabadulnának tőle, hogy ezt megtették a Novák Katalinnal is, csak az még nagyobb kérdőjeleket hozna a köztudatba, és az még furcsább lenne, és talán még nagyobb figyelem irányulna rájuk emiatt. És ráadásul a bizonyítékoktól akkor sem tudnának megszabadulni, hiszen az nem az ő kezükben van, ha van. Hát igazából a Gulyás Gergely egy kicsit már most menekülőre fogta ezt a dolgot azzal a kijelentésével, hogy azt mondta, hogy ami most történik, ahhoz nincs köze. Hát nem tudom, kis felelősséghárításnak tűnik ez számomra, hiszen évekig összejártak és legjobb barátok voltak, szóval nehéz azt elképzelni, hogy nem tud tőle a Magyar Péter olyan dolgokat, aminek most nagyon nem örül a Fidesz legfelsőbb, legbelsőbb vezetése. A Magyar Péter utalgatásait is megmagyarázná, hogyha ez így van, vagy így lenne, de ez csak az én konteóm. Meglátjuk, hogy így van-e, vagy mennyire van így. Még az is lehet, hogy egyáltalán semmi köze ennek a valósághoz. Bölcs következtetésem. Újra meglátjuk. És a Főni meg a Tóni, akik miatt zajlik ez az egész kabaré, így lapítanak a háttérben. A jól fizetett szolgáik meg hazudoznak helyettük, mert őket kell menteniük havi pár millióért. Hát ha így haladunk, ez úgy látszik, hogy napról napra, hétről hétre egyre kilátástalanabb a Fidesz számára. Lehet, hogy nem is lesz szüksége a Magyar Péternek semmiféle újabb bizonyítékra. Bőven elég lehet még az is, hogy ennyit szerencsétlenkednek és ennyire elhiteltelenítik magukat. Klubrádiónak is adott egy interjút a Magyar Péter, konkrétan a Bolgár Gyuri bácsinak, akinek az évszázados tapasztalata sem volt elég arra, hogy olyan mederben tartsa ezt a beszélgetést, ami kielégíti az ő nézőiket és hallgatóikat. Az interjú utolsó harmadában megsajnáltam szegény Gyuri bácsit, hát a Magyar Péter olyan dolgokat mondott, amik szerintem abban a stúdióban még soha nem hangzottak el. És annyira nem tudott mit kezdeni ezzel a mindig határozottan és nyugodtan és kedvesen beszélgető Gyuri bácsi, hogy rossz volt nézni, ahogy szenved. Ez komolyan, nekem fájt. Szeretett volna közbevágni sokszor, párszor sikerült is, de javarészt nem, hogy a hallgatói nehogy olyat halljanak, ami kb. Szentségtörésnek számít, bárki szájából és a Magyar Péter szájából is nyilván, de az illendőség meg a Bolgár Gyuri bácsiság ezt nem nagyon hagyta szegénynek, és a Magyar Péter szavai szinte már marták a stúdió falait, és akkor sem tudta megakadályozni. Tehát ne higgyük el ezeket a fantazmagóriákat, meg filantróp hozzászólásokat, nem, meg véleményeket, magyarul, hogy Amerika az ukrán emberek szabadságért, hagyj fejezzem be, és elnézést életéért nyújt segítséget, hanem egy befolyási övezetet épít, mint ahogy egyébként sok 10 éve vagy 100 éve ezt teszi, és ehhez felhasználják egyébként ők is, és az oroszok is az ukrán emberek vérét. De azt mondja, hogy ez az Amerika akkor éljen az erejével és a befolyási övezetével, és próbáljon kiegyezni az oroszokkal, akik nem befolyási övezetet építenek, hanem katonai módon próbálják a befolyási övezetüket kibővíteni. Szerintem mind a ketten katonai erővel építenek befolyási övezetet. Annyi a különbség, de hogy az amerikaiak nem a saját embereiket, elnézést, nem a saját embereiket és a saját katonáikat használják, bár néha már azt is kiképzésre biztosan, hanem a saját hadi technológiáikat. Még egy kis pottyondi rajongók elüldözése erről a csatornáról most következik. Hát pityereg, hogy elvették a tüntetőit, a rajongóit? Rá nem lehet szavazni. Tetszett volna politikusnak menni. Hát ment is, csak kb. Rögtön abba is hagyta. Talán érthető okokból, láthatóan a Momentum nem az a Momentum, aminek indult akkor. Ilyen szempontból értem, hogy már nem momentumos, de ezzel együtt sem lehet rá szavazni. Hát a tüntetőiknek szerintem kb. A kétharmada az átsétált a Magyar Péterhez, mert rá lehet. Torockainak is csinálnia kellett a Magyar Péterről. Hát egyrészt, mert kihagyhatatlan, másrészt, mert sokaknak nem tetszik, de ez a dolga, hogy ő is lejárassa olyan Mi Hazánkosan, ahol a content és a konteó jelentésének különbsége teljesen értelmezhetetlen. És tetszés szerint felcserélhető. Nincs ebben semmi újdonság. Ennyi erővel felolvashatta volna
az Edda frontemberének egyik ufós tényfeltárását a Hihetetlen magazinból. Félértés ne essék, azt az érvelését, miszerint vannak, léteznek birodalmi érdekek, egyáltalán nem vitatom, hiszen azok a birodalmak sajátjai. Mindegy, melyikről beszélünk. De hát mivel a Fidesz jobbközéppártnak bábozza magát, ezért nem engedhet meg magának olyan vállalhatatlan dolgokat, mint a cikkutatás és hasonló szavazatvonzó politikai finomságok. Na, ezt olvassa le a számról a YouTube közösségi irányelvek algoritmusa. Van az a mendemond, amikor megkérdezik a faluban a Józsi bácsit, hogy van-e ott antiszemitizmus. Mire ő? Itt. Nincs. De igény az lenne rá. Na, hát ezzel nyilván tisztában vannak Orbánék is. Erre van a mi hazánk. Az is pár százezer szavazó. A régi vonából, akivel kicsit megégették magukat, csináltak a Torockai által egy zsebnácit. Igen, a régi vonal, a mostani már megjuhászult. És hát kemény viszont válasza volt a Magyar Péternek erre is a Facebookon. Hát mivel 4 millióan követik, nem tudom, hogy napi szinten hányan nézik, de 20-30 ezeren lájkolják, és több ezeren hozzászólnak. Azért a Magyar Péternek erről nem is nagyon kell videóválaszt készítenie. Ír egy Facebook posztot, ahol megkérdezi, hogy hetente egyeztetnek-e még a Fidesszel, mint korábban, a Kocsis Máté egyeztete a Dúró Dórával, mint korábban, vagy hogy hogy mennek manapság a dolgok, vagy hogy vannak-e még a Fidesz fizetési listáján mi hazánkos politikusok. Nem tudom, hogyha ezek igazak, akkor azzal eléggé oda baszadt Torockaiéknak is. Nem csodálom, hogyha nem mer neki beszólni a Momentumtól senki, a Párbeszédről, meg az LMP-ről ne is beszéljünk. Hát MSZP, akik a létért küzdenek, hát hogyha beszólnának a Magyar Péternek, onnantól kezdve nem fél százalékos, hanem fél ezrelékes párt lennének. Miniszterelnökségre pályázgatunk? Hát a cipővásárlós videójában kissé elszólta magát, most fog leiratkozni a csatornámról. Ha egy létező szuperhős lehetnék, kinek a bőrébe bújnál bele? Hú, most erre azt akartam mondani, hogy Orbán Viktor, de várjál, ezt még kell gondolni. Lenne a régi Orbán Viktor. Oké, van arra garancia, hogy valaki a hatalomba kerül, akkor ne változzon meg? Ne vegyen egy 360 fokos fordulatot, mint ahogy ezt a, nem is tudom, ki mondta, Győzi? Tóth Gabi? Hát igen, az lenne jó, hogyha 360 fokos fordulatot venne, vagyis nem venne fordulatot, hanem a hatalom birtokában is ugyanabba az irányba menne, amit most hangoztat. Szerintetek ez lehetséges? Szerintetek van olyan, hogy valakit nem részegít meg annyira a hatalom, hogy ne akarja, hogy az övé legyen, mint a hatalom gyűrűje? Nem tudom. Kérdezzünk meg egy antropológust erről. Ha tud valaki erről valamilyen jó tartalmat, akkor kommentben írja meg. És szerintem van egy eléggé alulértékelt kérdés ebben a témában, hogy nem csak az számít, hogy kik fognak Magyar Péterre szavazni, hanem hogy mennyi szavazót tántorít el a Fidesztől. És kik lesznek azok a volt fideszes szavazók, akik nem fognak rászavazni vagy másra, hanem egész egyszerűen nem fognak a Fideszre szavazni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz majd az EP választásokon is, de főleg két év múlva az országgyűlési választásokon, bár ha ilyen tempóban vagy ennek a tempónak a tizedében haladunk, akkor is sok minden történhet addig. Köszönöm, hogy itt vagy, ha még nem tetted, kérlek iratkozz fel, gyere legközelebb is, az aranyeső hújon rád, szevasztok! Jó, jegyezze meg mindenki. Ja, hálások? Nagyon. Jaj, cukik! Mit fészkelnek a galambok? Tedd el egy blooperbe.